Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és most essen szó egy kis vírusfertőzésről. Mert mindenhol ott vagyunk, mindenhova beférkőzünk, mindenhol eljut a The Necro Army vírusa, úgyhogy az élő holtak serege feltámad. És ez a videó, miközben itt a kis csinos BF3, semmi másról nem szól, csak arról, hogy, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy a TNA több helyen megtalálható most már, mert hogy időben, idővel írtak rám Facebookon, és megkérdezték, hogy itt ott lehetne egy TNA, és, így, és úgy mindjárt lerántom a leplet mindenről. És hát természetesen igen, és az adott szektoroknak természetesen ezek szerint hát lesznek adminjai. Ez így már így kicsúszott az én irányításom alól, TNA lesz mindenhol. És, és nem is tudom, gyerekek, merjek álmodozni, merjem kimondani, hogy kinövünk Magyarország egyik legkomolyabb és legnagyobb, legösszetartóbb gamer közösségévé? és hát álmomban sem gondoltam volna, hogy eddig eljutunk, és ez egy frankó dolog, és ez kurva jó, és, és lehet jelentkezni még a TNA-ba, a Battlefield 4-es TNA, az, az, hát az betelik, az, az betelt, az, az fullon van, azzal nem, nem tudok mit csinálni, a TSM ö, ott áll rendelkezésre, most már van egy új IP, mindent megtaláltok, minden információt megtaláltok a leírásban. Tehát itt a videó alatt van ott egy ilyen kis felirat leírás, Katta arra, és akkor ott minden ö, ott lesz, hogy hogyan lehet csatlakozni a TNA-hoz, és. és és stb. stb. a teljes IP címet, szóval nem feltétlenül kell TNA tag legyél ahhoz, hogy feltalálja a, a TS-re, játsz velünk, bemutatkozz, stb. ez azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy előbb bekerülj a TNA-ba, ha Battlefield 4-ről van szó, a Battlefield 3-os TNA, ott még vannak helyek, szóval, aki bf 3 az az nyugodtan csatlakozzon a BF3-os platónhoz, elfogadom a jelentkezését mindenkinek, ismerkedjetek, játszotok együtt, csatlakozzatok egymásra, tudjátok a dolgokat. A Steam TNA, ott nincs határ. A Steam az az összefoglalója minden játéknak. Szóval, uh, külön levelet ezzel kapcsolatban, csés, cségós TNA, kodos TNA, bla, bla, bla. minden TNA van, steam -e minden TNA van, mindegyik. Tehát, ugye, mert hogy egyszerű a dolog, csatlakozol a TNA, Steam-es TNA-hoz, és bármilyen játékkal játszottuk, egymásra tudtok csatlakozni, és és kész. Ennyi, ennyi, ti is, akár nem tudtok csatlakozni, ha látjátok, hogy csak kodozom, vagy bármi. Szóval, uh, külön játékokhoz TNA. Uh, nincs. bár Call of Duty Advanced Warfare-ben létezik uh, TNA-klán gyakorlatilag. Nos, uh, de nem csak pc vagyunk jelen, szóval még egyszer mondom, BF3 Steam-en lehet jelentkezni, BF4-nél szívesen lecserélünk egy inaktív tagra, hogyha uh, hajlandó vagy, nem tudom, együtt játszani velünk, bemutatkozni, stb. Tudod, ez ilyen szokásos dolgok. na no. uh, azon kívül még, hölgyeim és uraim, nagyon fontos információk, konzolos gamer arcok, figyelem. A TNA jelen van PS4-en is, és PS3-on is. És aki Xboxon TNA tag szeretne lenni, vagy képviselni szeretni a TNA-t, nyugodtan oda rakhatja a nevem elé azt, a TNA-t. Ha ez mind pénzbe kerül, akkor, akkor ne, természetesen. Vagy ti, Tudjátok, hogy mit szeretnétek, de nyugodtan oda lehet rakni a nevetek elő, hogy TNA, és a Krot is egy ilyen uh, képviseletünk van. Na de viszont azt kell, hogy mondjam, srácok, hogy uh, TNA-t el lehet érni PS4-en is, meg van alapítva az Advance Warfare-es TNA-klán. Jelentkezni lehet mockónál Feri 83 8312-nél. Uh, ők a PS4-es adminok gyakorlatilag, és uh, náluk lehet jelentkezni PS4 szempontjából uh, nevük ott lesz a leírásban és ha náluk jelentkezik akkor, akkor be, bekerülhetnek a TNA-ba sőt uh, még PS3-os TNA is van a képet jelenleg láthatjátok tehát PS3-os TNA-hoz a kép itt van ez ez nem tudom, hogy a PS4-eseknek elárul-e valamit, ha beírják valami keresőbe, stb. De itt van, ezt kell beírni uh, oda a keresőtökbe, és, és csatlakoztatok a PS3-os Advanced warfare vagy Isten se tudja, TNA-hoz, már én se tudom, hogy mit, hogyan. És a következő uh, fontos információ, tudom, hogy a gta V-et nagyon-nagyon sokan szeretitek, és nálunk is vannak, akik szeretik. Különösen Vakmix kolléga őt nagyon szereti, és uh, Ezúttal is bejelenteném, hogy a TNA megalakult, kérem szépen GTA 5-re is, szóval van a Necro Army GTA 5-ben, a linket ott hagyom a leírásba, TNA 5, tehát a V, vagy hát római 5-ös, tehát TNA 5, és ott, ott lesz a leírásban, én is a tagja vagyok, ha bár én személy szerint nem fogom megvásárolni a GTA 5-öt, de lehet oda is jelentkezni, és együtt lehet menni és nyomulni. A TS ugyanúgy rendelkezésre fog állni, úgyhogy GTA 5, PS3, PS4 Xbox-on nyugodtan alá lehet írni a nevet. BF3, BF4, Hardline, ott vagyunk mindenhol, és minden TN a csatlakozási lehetőséghez linket megtaláljátok a leírásban minden videónál hogyha netán kitörne a pánik, és mint mondom nem kell TNA tag legyen, hogy feltalálja a és esetleg játszál velünk ennyi lett volna röviden ez, ez az egész TNA parti dolog és ö, nagyon örülök nektek, boldog vagyok hogy így ez megfog embereket és hogy részesei szeretnének lenni ennek a, a mozgalomnak ö, és valahol, valamikor nagyon elterveztem, hogy, hogy ez mind ilyen lesz, és ez nagyszerű, hogy ez így alakult, és nagyszerű, hogy egy kicsit így ki is csúszott az irányításom alól, és mindenhova így beterjeszkedtük, beférköztük, mint a, mint a vírus, és, és ez egy tök jó dolog. Na, úgyhogy köszönöm a figyelmet, hát élvezzétek a további gameplay ez csak egy ilyen bejelentő videó lett volna, hogy, hogy csatlakozatok minden platformhoz, a TNA-hoz, és hát hajrá a Necro Army.